Három pillangó, egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Lelkesen készítik a művészi alkotásokat a gyerekek a múranapokon. Nem véletlen a választás, hiszen a csoportoknak egy múra elbeszélést kell megeleveníteni a rajzlapon. A gyémántcserép rajzverseny különlegessége, hogy a diákok mellett az óvodások is versenyeznek. A névadónkra emlékezünk ugye ezen a héten, tisztelgünk nagysága előtt, és hát névadónkhoz híven teret adunk a tehetségeknek, sokszínűségünket megmutatjuk, amilyen Móra Ferenc is volt, és valójában akkreditált kiváló tehetségpontként ez egy nagyon fontos feladatunk, és kiemelten kezeljük a tehetséggondozást. A 6 nap alatt összesen 9 versenyt indítunk, ez 9 tehetségterületet jelent, és valójában megmérettetnek a diákok, a vármegye, a város, illetve hát iskolánk diákjai, de nem csak az a célunk, hogy egy verseny sorrend alakuljon ki, hanem azért az is a cél, hogy ezek a gyerekek, amiben tehetségesek, akkor teret adjunk, hogy itt megmutassák, ösztönözzük továbbra is őket, hogy folytassák ezt az utat. A hétfői labdarúgó kupán 4 iskola 8 csapata vett részt, de sakkvetélkedőnek, informatikai versenynek és néptánc találkozónak is otthont ad az iskola. Az intézmény életében nagy hangsúlyt fordítanak az angol nyelv oktatására. Éppen ezért kiemelten fontos a nyelvi vetélkedő. Visszajáró csapataink vannak, várják ezt a versenyt, mert nagyon boldogan, helyezéstől függetlenül boldogan mennek el a gyerekek, mert nagyon nagy élményt szereznek. Tegnapi egyik legnagyobb élményünk az volt, hogy 2 csapat, az egyik mi csapatunk, a Mórás csapat és egy másik iskola csapata, az 5-ös csapat a verseny alatt barátságot is kötöttek, együtt mennek gimnáziumba, és később már fel is vették egymással a kapcsolatot. Élvezték a gyerekek a versenyt, játszottak, okosak voltak. A tapasztalat az, hogy ezek a gyerekek, akik jönnek, nagyon-nagyon magas szinten beszélnek angolul, és ez a feladatunk továbbra is, hogy ugyanilyen magas szinten tanuljunk tovább, tanítsunk tovább, mert igény van rá. És tudják a gyerekek már 8-ba ezzel a tudással középfokú nyelvvizsgára mehetnek. A Cinege Király vármegyei szintű vetélkedőt azzal a céllal hirdették meg, hogy felhívják a kicsik figyelmét a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra, valamint a lakóhelyünk nevezetességeire. A természetismereti verseny győzteseit értékes ajándékokkal jutalmazzák. A Cinege Király természetismereti versenyünket olyan városi szervezetek támogatják, külsős támogatóink, akiknek a profiljába beleillik a természetismeret, illetve a környezettudatosság. A belső támogatóink pedig a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Móra Tehetségekért Alapítvány, az Örökös Föld Tanulóinkért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem sakk egyesülete is, hiszen sakkversenyünk is van ezen a héten. A vármegyei matematikai versenyre 3 fordulós levelezős eredmények alapján hívták meg a döntőbe a legtehetségesebb matekos tanulókat. A hét a kincskereső prózamondó versennyel zárul. A 6 nap alatt közel 1000 gyermek versenyzik a Móra Ferenc általános iskolában.